Két évvel ezelőtt ültünk ugyanezen a helyen, arról beszéltünk, hogy kijött egy könyv, amiben a rendkívül alacsony vízállást örökítetted meg, azok a fotók sorakoztak benne, amikor nem volt víz a Sogovicában, meg hát a Dunában sem nagyon. És most újra itt ülünk, és újra a víz a főszereplő, bár ma három témát fogunk érinteni, de abból az egyiknél a víz a főszereplő. Méghozzá a velencei sorozatodon, mert hát Velence szükségképpen az a víz maga. Miért pont Velence? Velence azért, mert iszonyatosan élveztem a Velencének a csöndjét, és a Velencét akartam egy olyan fajta formában megfogalmazni, ami... Mi az, hogy csönd Velencében? Csönd. Hát a turisták 10 és 100 ezrei hemzsegnek. De én nem ott járok Velencébe, ahol mindenkit visznek zászlóval, hanem én megpróbálom a zegzugos Velencét megfényképezni, amit csak az ott élő tudja megoldani és látni. Na jó, de szabadba vágtam, szóval miért pont Velence? Ja, Velence, mert én párszor voltam, és nagyon megfogott. Nincs autó, tehát zaj van, mint ahogy mondta, igen, de kulturális szempontból és maga a fekvése, geográfiailag és minden szempontból nagyon megfogott. A nyilván nem véletlenül népszerű turista célpont, és mennek oda sokan, mert egy egészen különleges dolog. Maga a vízre települtség, maga az a rendkívüli gazdagság, ami az ott felhalmozott kulturális kincsekben jelen van. Ugyanakkor meg hallani olyan véleményeket is, hogy részint el fog süllyedni ez az egész, tehát komoly veszélyben is van, de hallottam olyan véleményeket is, hogy mit tesztek ezen a málófalú, kicsit büdös városon. Te melyik párthoz tartozol ebből a szempontból? Én megpróbáltam a különlegességét, a fekvését, főleg a fekvését, a zigzugasságát, és mondom azt a atmoszférát, ami számomra iszonyatos volt ez, amikor a kis, és a kanálisok. A kanálisoknak az a fajta zegzugottsága és az épületeknek a visszatükröződése, ez ami engem nagyon-nagyon megfogott. Tehát mint egy festmény volt nekem számomra, amikor egy hídra felléptem és láttam. És ez ami nagyon megfogott, hogy ez valami eszméletlen, gyönyörű. Tehát akkor inkább arról van szó, hogy a fotós szemednek ezek nagyon jó témák és díszletek Igen, voltak? Igen, vizuálisan nagyon, nagyon megfogott engem. Ez valóban így van. És mert előtte teljesen el voltam álljuk, amikor New Yorkban voltam, és azt mondtam, hogy ez tulajdonképpen a világnak a második olyan városa, ami nagyon megmozgatja az embert, és valóban ez egyik azok a városok közé tartozik, ami a egyik leglátogatottabb. Na most ilyen szempontból is nagyon érdekes volt számomra megfogni, hogyha már nagyon tetszett, egy olyan várost fényképezzek meg, ami nagyon különleges. És főleg az, hogy rengeteg képet láttam róla, és engem halálra idegesített az, hogy mindenki horizontálba fényképezte meg, és a kanálisok, aminek a lényege az egész, hogy van közel 400 darab híd, és mindenki horizontálban fényképezett meg. És én meg akartam mutatni azt, hogy a kanálisok hogy néznek ki, az épületek a jobb és a bal oldalában, ahogy visszatükröződik. Tehát én ezt a vizuális hangulatot akartam visszaadni emberek nélkül, annak ellenére, amit te mondasz, hogy rengetegen vannak, de az én képeimen tulajdonképpen 90%-ban mondhatom, hogy egyetlen egy embert nem találsz. Ezt úgy érted el, ahogy mondtad, hogy elkerülted a frekventált területeket, vagy volt ebben fotós trükk is? Nem trükk, egy technikai tudás van mögötte. Azt értem alatta, hogy én hosszú megvilágítással dolgoztam, mert nekem nagy vágyam volt, hogy egy ilyen festményű képet tudjak visszaadni az olyan szempontból, hogy a kanális vize az mint egy tükör legyen, és abban nagyon gyönyörűen visszatükröződnek az épületek. És a kérdésedre, hogy mit is mondtál pontosan, ne haragudjál, hogy... Ki emlékszik rá, igen, igazad van. Tehát tulajdonképpen én a kanálisok hangulatát épületeivel szerettem volna megvalósítani. Azért érdekes, hogy függőlegesen... És hosszú megvilágításban, igen. Azért érdekes, hogy függőlegesek a képek, mert... Ugye én is mindent vízszintesen nézek, mert a szemünk elhelyezkedéséből ez következik, nem egymás alatt fölött van a szemünk. Tehát ahhoz, hogy itt megnézzem a képet alaposabban, az másfajta nézést kívánt, mert nem ez a megszokott. Igen.
ez benne volt, hogy esetleg egy picit így a néző figyelmét egy kicsit tudatosabban irányítod a képen? Én megpróbáltam koncentráltan a fókuszt ezzel a formátummal is azért a központba hozni. Tehát amit vissza akartam adni ezzel a formátummal, hogy tulajdonképpen a baloldalt és a jobboldalt mondjuk levágod, te tovább többet látsz, de kivágom azt a falatot, ami nekem a legtöbbet ad. Tehát a Velencére az épületek, ami szenzációs, akkor a gondol, ami hozzátartozik, és tulajdonképpen és ez a fantasztikus fényjáték, ami zajlik. És ennek az összetevőjéből kaptam egy olyan fajta képet, amit nem minden nap lát az ember, de az a jó, hogy én ezt már el tudom képzelni. Tehát nekem van már egy képem, amikor fölállok egy hídra, van egy képem, és azt meg kell csinálnom. Tehát tulajdonképpen már bennem van egy kész kép, amit meg akarok valósítani. És az én fejem, az én agyam, az már vertikál. Minap néztem egy filmet arról, hogy a természetfilmesek hogyan készítik el, igen, a mozikat, hogy olykor nem úgy órákat, hanem heteket, hónapokat töltenek el egy adott lesen, amíg oda sétál az a vadállat, amire ők várnak, és el tudják készíteni azt a felvételt. Neked mennyi idő volt ez, amíg összehoztad? Ez nagyon kérdés, amit mondasz. Rengeteg. Tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy egy de ilyen... De ez ott volt, itt nem kellett várni a vadállatokra, hogy jöjjenek. De kellett választani, mert akkor azt mondom neked, hogy a vaddisznó itt nem a vaddisznó, hanem a gondolás vagy a motorcsónak, akit meg kell várnom, hogy elhúzzon. A vaddisznó megvárott, hogy megérkezzen. Én meg nem várnom kellett, hogy mindenki megszűnjön a vízzel. Tehát tulajdonképpen itt ahhoz, hogy egy ilyen képet tudjál megvalósítani, ahhoz négy darab dologra van szükség, amit én mindig magamnak mondok. Az egyik az, hogy legyen egy klassz koncepted. A koncept megvolt. Akkor kell hozzá egy technikai tudás, ami megvan szintén. A harmadik pedig az, hogy egy eszméletlen türelem, önmagadban való hit, és az, hogy ezt végig tudod húzni, iszonyatos türelem és rengeteg idő. És ez tulajdonképpen a szerencsés helyzetben vagyok, most már elmúltam 20 éves, de így meg tudom engedni magamnak, hogy rengeteg időm van, és ki tudom várni, és meg tudom valósítani. Tehát tulajdonképpen ez a lényeg, hogyha ez nincs meg, bármelyik hiányzik, akkor ezt nem tudod megvalósítani. Mennyi idő alatt hoztad össze ezt az egész sorozatot? Maga a fotózást rendszeresen jártam le, olyan 5,5-6 évig jártam le rendszeresen. És utána még majdhogy nem 3-4 évig próbálkoztam ezt bemutatni, és e-maileket küldtem kiadóknak, senki nem reagált semmire, teljes elkeseredés. Mondom, nem lehet igaz, hogy ilyen anyagot csak úgy elhajtanak. Mi volt az indoklás? Miért nem estek hasra attól, hogy Pumpúr megjelent a fotóival? Nem, Pumpúr, igen, megjelent, de nem válaszoltak. A válasz az volt, hogy nem válaszoltak. És a szerencsés helyzetben voltam, hogy azért az érdekes, hogy mégis eljutottam ide, hogy tulajdonképpen egy barátomnak mondom, hogy ide figyelj öregem, te hogy a túróba csinálod, egy nagyon híres fotográfus barátom. Mondom neki, te hogy a csodába csinálod azt, hogy egy ilyen kerüljön arra a helyre, ahol a helyek kell legyen. Azt mondja, ide figyelj, lazulj le, nekem van egy nagyon jó barátom, több mint 80 éves, egy kicsit szenilis a bácsi, de nagyon nagy sikerű ember, reklámfőnök volt, stb. Elég az hozzá, hogy mondom neki, odaadta a telefonszámát, és ő előtte felhívja, és akkor mondja neki, hogy van itt egy őrült barátom, aki rengeteget jár le Velencére, add meg neki a telefonszámát, hívjon már fel. Na, felhívom márciusban, körülbelül 2020-ban, és mondom neki, hogy Krausz úrnak hívják, Krausz úr, ne haragudjon, zavarom, köszönöm, hogy felhívhattam, stb. Mikor tudnám megmutatni ezt? Várjon egy pillanatra, mindjárt megnézem a kalendelmet, augusztus 18-a jó lesz? Halálra rögtem magam. Krausz, én nem nézem a kalendáriumot, a naptáromat, de biztos, hogy jó lesz. Erre 17-én rátelefonálok, hogy minden rendben van, azt mondja, hogy ide figyelj, ne haragudjon, 18-án délután van egy orvosi terminem, időpontom, és arra nem tudom, de hogyha holnap után eltetszik jönni, akkor rendben van. Na, így alakult ki, elmentem hozzá, megnéztem, azt mondja, tényleg nagyon jó. Én nem tudok sokat segíteni, de én meghívom most önt egy kiállításomra. És oda hívok olyan embereket, akik esetleg önnek érdekesek tudnak lenni. Meg is hívtak, meghívott, elmentem a lányommal a kiállításra, és akkor a Knausz úr azt mondja, hogy Károly, ott van az a hölgy, az, aki egy nagy kiadónak, az Atézia kiadónak a vezérigazgatója, az ügyvezető. Erre összehívnak, és azt mondja, hogy ne haragudjon, Pumpúr,
érdeke, hallottam magáról, de nagyon kevés időm van, de itt az öltözőben, hogyha van lehetőség, meg tud nekem mutatni egy-két képet. És akkor bementem az öltözőbe, a sok kabát között, megfogtam a roll-up-omat, és így vup, így fölhúztam, és azt mondja, hogy wow, na most nagyon megtetszett neki, és azt mondta, hogy ide figyeljen, akkor a jövő héten, ha ideje van, akkor jöjjön be a kiadóba. Na hát így kerültem be ebbe, és akkor még érdekesség volt, hogy nézegettem a kiállítást, ahol voltam ezen a vernisszázson, és akkor nézek egy képet, és elég az, hogy oda jön hozzám egy úr, és azt mondja, hogy kerül maga ide, még nem találkoztam magával. Mondom, hogy én meg voltam ide hívva, meg itt van egy Velence anyagom, és szerettem volna bemutatni. Azt mondja, hogy megnézhetném én is. És fölmegyek, őnek is megmutatom, és oda jön nekem a kártyát, és ő a vezérgazgató helyettes az Athézia kiadóba. Ez Európa legnagyobb kiadója. Na, ez egy szerencse. Jó, de ez érdekes. A produkt az... Ez érdekes, mert azt mondod, hogy rengeteg helyre küldtél e-maileket, igen, ami senkit senki nem érdekel. Senki. Tehát akkor megint ott vagyunk, hogy a személyes kapcsolatok kell. Az nagyon ahhoz, fontosak. Hogy valamit el tudj érni. Igen, így van. Azért három helyen mondták, hogy most egyelőre nem aktuális, meg minden, de mondtam, 80%-ban tényleg nem is válaszoltak. Tehát mondhatom komolyan, hogy körülbelül olyan három vagy négy, most úgy visszagondolok, azért annyiban mondtam, hogy most nem aktuális, meg majd visszajelzünk, meg minden kutyafüle. Miért pont naptár? Hát jó lenne, ha az ekkora könyv is lenne. Most drukkolok, de naptár, mert ő egy nagy naptár kiadó. Athézia, nem, igen, Athézia, ő 1000 darab kalendár naptárt hoz ki minden évbe, és van neki egy exkluzív osztálya Weingarten belül, ahol New York és most Velence van a kettő, aki hosszú formátumban jelenik meg. Azért, mert ők ebből látják a pénzt. De ez ilyen neked egyszerű. Is jó, hogy naptár? Mert korábban a Pesti sorozatod is naptárformát most öltött. Már, ja természetesen, mert azért ez egy nagyon klassz dolog azért, hogy egy ilyen naptárat fel tudsz mutatni, ez egy nemzetközi szinten is egy nagy referencia nekem, a másik pedig gazdasági szempontban sem rossz. Hogyan láttad Velencét, hogyha ilyen sokszor voltál ott, akkor szinte félig meddig már te magad is velenceivé válhattál? Ismertél meg ottani embereket? Tehát láttad a városnak olyan arcát, nem csak fotós szemmel, hanem magánemberként, amit én turistaként nem láthatok? Igen, hajnalban, amikor a halászok feljöttek a saját kocsmájukba, akkor én is ott voltam velük, és ott nyomták a téglákat, és ott megittam mindig a reggeli aperó spritzemet, úgyhogy nagyon kedves embereket megismertem, és akkor már, hogy Károly már készítette az espresso macchiatót, ez volt imádom ezt, és ez rendszeresen. Tehát van nekem 2-3 olyan helyem, ahol én nagy szeretettel megyek be, és Károly és tehát, mint hogyha itthon lennék. De azt túlzás lenne, nagyon sokat ott kéne élni, és minden évszakában ott lenni. Ez egy nagyon izgalmas és nagyon összetett város. Ez valami iszonyatosan nehéz megcsinálni olyan szinten, hogy azt mondod, hogy igazán velenceinek érzem magam. Hát azt mondjuk, mi bajaiaknak érzünk magad, de hogyha egy csomó dolgot nem ismerünk azért Bajánról sem. Te hogy látod, mi lesz ennek a városnak a sorsa? Az a probléma halmaz, ami a vízszint emelkedéssel, az áradásokkal és az ebből következő pusztulásokkal jár. Én egy nagyon érdekes helyen lakok, Punta Sabionéban, a félszigeten vagyok én, és én minden nap jövök be hajóval. És ott látom, hogy hatalmas nagy erőművet építettek fel, ami nem sokára teljesen kész van, ami szabályozza azt, hogy a víz magasságát csökkenti, és hogy a hullámok ne csapjanak be. Tehát nagyon-nagyon nagy pénzeket tolnak oda, de hogy ezzel meg tudják-e menteni ezt a várost, azt nem tudom, de bízom benne, hogy igen, mert most hála jó Istennek január 1-től ezek az óriási nagy hajók nem jöhetnek be. Ez valami iszonyat, hogy ezt megengedték. Nem is értem, hogy tudtak ennyire mellé nyúlni, hogy na, szóval. De én úgy érzem, hogy még azért, amíg mi élünk, addig biztos, hogy el tudunk látogatni Velencébe. Van egy másik sorozatod, az ugyancsak naptárformát öltött. És az előbb a Velence kapcsán azt mondtad, hogy fontos volt, hogy emberek ne legyenek nagyon a képeken. Igen. A másik sorozatodon nincsenek emberek, de az egy egészen más szituációból fakadt, hogy nincsenek emberek. Miközben egy lüktető városról, egy nagyvárosról beszélünk, amelyik
az alaplélek száma 1,5 milliós körülbelül. Igen, egy pontosan. Tartományi központ, tehát egy fontos szerepet betöltő város, és mégis néptelen utcákat tudtál fotózni. Ez hogy történt? Ez úgy történt, hogy a Covid idő alatt, 2020-ban szigorúan tilos volt elhagyni az otthonodat, és ennek ellenére én azért olyan az a típusú ember vagyok, aki szeret mást csinálni, amit nem szabad, és, de hát ez nem bűn, amíg nem csinálsz kárt. És bemegyek a városba, a bringával, és teljesen le voltam döbbenve ettől a csöndtől, és rettentően élvezem. Olyannyira számomra egy nagyon izgalmas, mert hogy én, amikor nem volt stipendiumom, akkor én a taxijogosítványt megcsináltam 1978-ban, tehát én ismerem a várost elég jól, nem? De elég jól. Bocsáss meg, tegyük hozzá, hogy Münchenről beszélünk, mert és ez nem hangzott eleddig. És Münchenről beszélünk, Bajorország fővárosáról beszélünk, hölgyeim és uraim. Tehát a helyzet az, hogy München, és rettentően megfogott ez a csönd, az az iszonyat a gyűrűkön senki ott. Na, és akkor jött az ötlet, és mondtam a Natinak, hogy szerelmem, a helyzet az, hogy most itt megindulok. Ez egy akkoradduranás lesz, hogy ez csak na. És két-három héten keresztül semmi más nem csináltam, reggeltől estig csak fényképeztem. De úgy, de nem este, hanem általában napközben, és a csöndjét. És utána elmintem ezt a 1920 végén, bemutattam, 2020 végén, bemutattam az Atézia kiadómnak, aki már ebben azt mondta, hogy oké. És körülbelül egy héten belül azt mondták, hogy Pumpur, 2021-re kijövünk az első naptárral, ami egy kis naptár. Az itt van nálam különben, de akkora sikered volt a 21-esnek, hogy azt mondták, hogy ebből kell egy ilyen poszter nagyságú. Na és akkor így lett az, hogy München. Tehát miért döntöttél úgy, hogy fekete-fehér technikát azért használsz? Hogy ennek a dramatikáját még jobban alátámaszt, ezt a borzalmat, tulajdonképpen egy szomorú helyzet. Ez valahogy még jobban vissza kell adni, és ez a fekete-fehér dobta magát igazán. Hát is ezzel most egy nagy vágyam az, hogy a Páters hídon, Münchennek a közepén most adom be egy tervemet, 40 méteres paravánrendszer, mint ahogy ismeritek, Münchent odatolni nekik. De ez egy veszélyes játék, mert örülnek már, hogy nem hallanak róla, meg nem látják, de arra lehet, hogy akkor jó lenne, hogyha ez jövőre lenne, amikor esetleg már egyáltalán nincsen, csak nosztalgiaként visszaemlékezünk, hogy látjátok, de jó, de ez nem, szóval. Azt mekkora drámaként élted meg? Nem csak azt, hogy kiürült a város, hanem ezt az egész járványhelyzetet. Te hogy látod? Mit gondolsz róla? Oly szempontból engem annyira nem érintett igazán, mert én azért szabad ember vagyok olyan szempontból, hogy de a gyerekemen éreztem, hogy otthon kellett lennie, otthon kellett tanulnia. Natinak home office volt, tehát sok szempontból azért voltak ennek negatív élményei, de alapjában véve jól jöttünk ki ebből az egészből. De te is úgy látod, mint ahogy sokan mondják, hogy ez valamiféle intőjel figyelmeztetés volt az egész világ számára, hogy valamit nem jól csinálunk, újra kéne gondolni néhány dolgot? Én úgy érzem, hogy ez pszichológiai nézve számomra, és gondolom sok ember számára nagyon fontos volt az, hogy az ember rájön arra, hogy önmagadra vagy utalva olyan szempontból, hogy sokat többet vagy magaddal. Tehát nincsenek külső behatások. Nem tudsz elmenni színházba, nem tudsz elmenni moziba, nem tudsz elmenni ide, oda, amoda. Mit kezdjek magammal? Próbáld meg magadból kihozni, amitől te boldog tudsz lenni. Az élet értelmét találd meg önmagadban, a bezárt szobában. Most ebbe vagy belebolondulsz, vagy pedig azt mondod, hogy jaj, de jó, végre rám lett erőltetve, hogy egyedül lehessek a saját gondolataimmal. Ezt én élveztem. Mert én nekem nem kell, én nem vagyok rá utalva az, hogy mindenki körülöttem legyen. Én nagyon szeretek egyedül is lenni, és le tudom magam kötni. De én is egy társadalmi ember vagyok. De ilyen szempontból ez egy ilyen tanító jellegű lehetett sok ember számára. Magam számára pozitívnak találtam, mert ez nem született volna meg, hogyha például München nem született volna meg, hogyha ez nem lett volna. Tartasz attól, hogy lesz folytatása, vagy kilábalunk most én már? Én bízom ebből benne, hogy nem. Hát már agyon inekcióztak bennünket, most már bízom benne, hogy már elég belőle. De nagyon szeretném, ha elég lenne belőle. Jó, a müncheni sorozat az üres utcákkal, az fekete-fehér technikával készült, tehát azért, hogy a dolognak a drámáját lehessen még hangsúlyozni. A harmadik sorozat, amiről beszélünk, az meg fekete. Nem, hogy fekete-fehér, lényegében fekete.
És egészen meglepő hatása van annak, hogy a fekete háttér előtt fekete lovakat lehet látni, egész pontosan lipicai fajtát, amelyet idestova 400 év óta tenyésztenek, és az a jellemző, hogy az szürke inkább, és az, hogy fekete vagy pej, az ritkábban fordul elő. És te mégis a feketét választottad. Hogy keveredtél a lovak közelébe, és pont a lipicaihoz, és pont a feketéhez? Hát ez egy érdekes története van, ezt nem akarom tovább, sokáig húzni. A lényege az, hogy körülbelül egy 10 évvel ezelőtt a Rotary Klubból elmentünk Felső-Szentiványra, és megismerkedtünk Vörös Szilárddal, az ottani polgármester úrral, aki fekete lipicai lovakat tenyészett. És én ott teljesen le voltam, hogy micsoda gyönyörűek ezek a lovak, fantasztikus. És mondtam magamnak, hogy ezt nekem egyszer valamit, ezt ebből kellene valamit csinálnom. És mondom neki, hogy ide figyelj, egyszer én vissza fogok jönni hozzád, én ezt engem nagyon izgat. És akkor az érlelődött bennem, és akkor tavaly felhívtam telefonomon, ide figyelj, én úgy megérettem arra, hogy én ezt megcsinálom, megvan egy ötletem, kell nekem egy olyan helység, egy olyan csarnok, amit én annak idején megismertem, hogy diffúz fény, plexi a teteje, hogy felső fényem is legyen. És akkor a kedves Mariska nénivel, aki nekem nagyon sok mindenemet var meg, és itt a bajai kiállításomra is egy hatalmas 40 méteres függöny csinált, vart nekem egy fekete bársonyból egy óriási nagy hátteret, ami 3 méter magas volt, puff, elmentem Szilárdhoz, teljesen le volt, nem normális, itt csinál nekem egy stúdiót. Na, azt mondja, rendben van, barátom, de ettől még, hogy itt van a háttér, a lovak nem fognak megállni. Na, ő még nagyon kedves volt, és vett egy ilyen, milyen pásztort ezt a... Villanypásztort. Tehát villanypásztort befogta, és oda behozta a lovakat, na, és akkor elkezdődött az egész őrület. Úgyhogy napokon keresztül ott fényképeztem. Fekete lovakat, fekete háttérben. Úgyhogy óriási. Akkora óriási élmény volt, óriási. És ezt most én szeretném tovább csinálni. De le vannak döbbenve, hogy black, hát szóval fekete. És mondják a haverjaim, ez nem lehet megcsinálni. Mondom, gyerekek, én still life fotográf vagyok. Én mindenből, én mindent meg tudok csinálni. Vagyis megpróbálok mindent csinálni. Azt mondják, és hát azt gondolom, hogy tényleg így kell, hogy legyen, hogy ha mondjuk portréképet szeretnél készíteni valakiről, akkor elengedhetetlen, hogy megismerd, tud, hogy ő kicsoda, igen, és majd aszerint fogod tudni őt megfényképezni, vagy kiválasztani, ami a legjobban kifejezi az ő karakterét, személyiségét. Igen. Itt szükség volt arra, hogy megismerd a lovakat? Nem tudtam megismerni, de de nagyon türelmesen ott voltam vele. Meg a Szilárd is sok, hát az ő segítsége nélkül azért ez nagyon nehéz, mert ő ismerte. De itt a legfontosabb, hogy egy Pumpkároly, aki iszonyatosan türelmetlen őrült, az is megtanult türelmesnek lenni, tehát majdhogy nem, mint Jelki András, le lett betonozva a kamerát a kezembe, és figyelni. És napokon keresztül, vagy órákon keresztül figyelni azt a pillanatot, ami engem nagyon izgat, mert én egy ilyen szenzibl, nagyon meleg hangulatú, nagyon meleg lelkű, ennek a lónak a gyengeségét, a szépségét próbáltam visszaadni. És legalább csináltam olyan 2500 felvételt biztos, ebből van egy anyagom, amire azt mondom, hogy 17 rendben van, amit úgy megmerek mutatni. Ez egy példány volt, vagy több lovat fényképeztél? Három volt, de kettő volt az, ami különlegesen gyönyörűek voltak. És, de korábban volt valami kapcsolatod a lovak felé? A lovak felé. Olyannyiban, hogy a lányom lovagolt. Aha. És én azért voltam vele többször Németországban, és itt is, Baján is jártak a gyerekeim lovagolni. Tehát volt nekem egy valami közelség a lovakhoz, meg lóversenyt is fényképeztem, meg nekem egy nagyon híres felvételem van, amikor megbíztak engem egy jaguárt fényképezni, és az ötletem az, hogy egy ötös lovas bugacon hajtja, próbálja megelőzni a jaguárt, a K8-as jaguárt, kabrió, fekete izébe, és lejöttünk, és akkor ezt én megfényképeztem, és a frankfurti nagy repülőgalériában második helyen voltam ezzel a képpel. Tehát a lovakhoz volt nekem közöm, a bugaciak megőrültek, amikor megláttak, hogy megint ez az őrült, meg nekem csináltak ott egy nagy lukat, és a lukból fényképeztem, és a nap meg hátulról ezek meg így rohantak, és próbálták a jaguárt megelőzni, és ezt a fotót, ez nagyon híres felvételem, és amire büszke vagyok valóban. Na, ez az őrület, ez innen is van még, plusz ez a lovas dolog. De... És akkor most ezután a sorozat
után többet tudsz a lovakról? Tehát másképpen tekintesz egy lóra? Ez túlzás, de tudom, hogy ahhoz, hogy tovább ezt csináljam, mi mennyi minden kell, hogy még jobb legyen, még izgalmasabban, még szebb legyen, stb. És, de ezt most fotós szemmel mondod, fotós szemmel, igen. Való. De a mondani valója nagyon fontos, hogy megragadjon, valamit meséljen neked. Tehát szerelmi vallomást mondja. Tehát azt mondod, hogy fú, ezt a képet, na ez, amit legszeretnék venni, és el akarok vinni. Mi lesz a sorsa ennek a sorozatnak? Hát naptár lesz? Ebből nem lesz naptár. Nem lehet tudni. Egyet mondok neked őszintén, hogy ezt elküldtem ezeknek, az Atizia kiadónak, és azt mondta a hölgy, hogy nagyon szép, nagyon tetszik neki, de azt mondja, ahhoz, hogy egy naptár legyen, ahhoz több oldalúnak kell lenni. Változatosabbnak kell lenni. Mondtam neki, rendben van, gyerekek, rendben van. De másoknak meg más fognak csinálni vele. Úgyhogy nem muszáj mindenből naptárat készíteni. De hogyha most a másik, hogy ez a fekete, még fehér lovat szeretnék, a kamárki lovak, fehér lovakat, fehér háttérbe. Tehát ennek a vegyessége majd dob magát esetleg egy naptárt. Tehát nem lehet tudni. A lényeg az, hogy rengeteg lehetőség van, rengeteg ötletem van, és szeretném ezt tovább csinálni. Ez genetikai hiba nálad, hogy itt ülsz, de egy rozzant öreg nyugdíjasként a kockás pléddel kéne ücsörögnöd is a tévét nézni. De nem, de az, hogy leüljünk egy fél órára, ez egy feladat számodra, és közben sorolod, hogy akkor mit találtál ki, mit csinálsz, milyen ötleteid vannak. Honnan van ez? Én mindig azt mondom, hogy engem hagyjatok dolgozni. Tele vagyok ötlettel, ez éltet, ez az én akkumulátorom. És mindig valami olyat csinálni, ami számomra nagy örömet jelent, és a társadalom számára is egy élményt hoz. És amikor olyan motiváció van, mint most, ami az utolsó másfél hét alatt lezajlott, hogy bemutatták anyagomat New Yorkba, egy nagyon híres galériába, és tegnap kaptam meg azt, hogy Pumpp Károly a művészetét nagyon tiszteljük, és szeretnének felvenni egyik a leghíresebb galériának New Yorkba. És a Velencéből például 2 méteres nagyítást akarnak, meg lovak, meg minden. Majd meglátjuk most. A szerződést most fogom aláírni a jövő héten. Úgyhogy csinálni kell, és nem tudod, hogy mi lesz belőle, de jót kell csinálni. Tehát jóba kell lenni azzal, amit csinálsz. És hinned kell magadba, és hinned kell a produktba. És nem hallgatni arra sok negatív kritikát, mit akarsz te a fekete lovakkal, mit akarsz te Velencét. Ez annyit elszóltam. Tehát ezzel, hogyha állandóan ezzel foglalkozol, fékek orbaszájban, balra, jobbra vannak. A fiátnak itt, a másiknak ott, érted? Tehát, de én Pumpp Károly az a fékek, olyan autóval közlekedik, hogy csak kuplung van, meg gázpedál.